Mintegy 3000 hektárral kevesebb búzát vetettek tavaly ősszel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mint az elmúlt években. Ennek oka, hogy az őszi talajelőkészítések nem sikerültek mindenhol jól. Körülbelül 3000 hektár búzával vetettünk keveset, elég jól teleltek, jó idő volt a csapadékot is, zömében a megyénkben akkor kapták, amikor éppen a fejtrágyázás, illetve ennek az időszaka volt, úgyhogy jó telelt és jó tavaszra ébredt a kalászos. A termés átlagot valamivel a tavalyi fölé várjuk, így az a 3000 hektár, amivel kevesebbet vetettünk, talán a termés átlagban pótolja azt a mennyiséget, úgyhogy elmondhassuk, hogy most nagyon jó idő van a betakarításra. Ezt bizonyítják ezek a felvételek is, 3 kombájn aratott Paszap csúcsnál, több hektár hagyományos és hibrid búza egymás mellett. Pásztor András mezőgazdasági termelő közel 50 éve foglalkozik kalászosokkal, és már most látja, a termés jónak bizonyul. Én 100 hektáron termelek kalászost, elsősorban őszi árpa és buzát. Őszi árpa betakarítása befejeződött, hát ezek volt eredményeket hozott. 7,5 tonna feletti nettó átlaggal zártam. Buzából pedig jelenleg a 50%-on állunk, mert vannak korai fajták, elsősorban a csillag, lupusz, aminek a betakarítása befejeződött. Ezek rendkívül jó szerepeltek. Gondolom a tavaszi, koratavaszi sok csapadékot kellően tudták hasznosítani, illetve az igazság, hogy öntöztünk is, tehát ennek is köszönhető, hogy az eredmények eddig lényegesen jobbak, mint tavaly. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen közel 25 ezer hektáron termett búza, ennek alig 4%-át, körülbelül 810 hektáros területet arattak le eddig. Hagyományosan Péter és Pál napján, azaz június 29-én kezdik meg a kenyérgabona betakarítását az országban, idén azonban néhány napot csúszott az aratás kezdete. Azonban már most látszik, hogy a termésátlag szinte mindenhol megfelel a várakozásnak. Az eddigi őszi búzás mérések alapján az átlag termés 4,3 tonnát ér el hektáronként. A jó búzatermés azonban nem garantálja a jó árat, az szinte mélyponton van. Mintegy 15-20%-kal olcsóbb a búza, mint tavaly. Körülbelül 40, jó esetben 42 000 forint az új termény tonnája.